Készülnek a Bár még augusztus közepe van, Árgyalán János méhei túl vannak az idei munka dandárján. Behorták a téli élelmet, tehát ezen fognak telelni a családok a téli folyamán. A rovarok által előállított méz ilyenkor már az ő fennmaradásukat szolgálja. Mész, úgynevezett fészekrendezés, tehát a telelésre való felkészülés folyik már. A méhész is a szükséges szezon utáni feladatait látja el a téli felkészülés jegyében. Pótolja az élelmet, átvizsgálja a családokat, és ellátja a Varroa atka elleni védekezéssel kapcsolatos teendőit. Árgyalán János közel 100 mély családdal bír. Egy családnak csúcsidőben mintegy 60 ezer tagja van, ilyenkor már csak 30-40 ezer. A 26 éve méhészkedő szakember szavaiból az derült ki, ez a szezon nem volt igazán erős. Az idei év az elmúlt évekhez képest, hát ha nem is katasztrofális, de hát uh, elég gyenge volt. Ezt elmondhatom én is, illetve a megye tovább az ország méhésze is egyaránt. Az, hogy idén jóval kevesebb lett a méz, mint korábban, elsősorban az időjárás számlájára írható. Az idejében a növényzet, mint egy két héttel hamarabb virágzott, kezdett virágozni, ezt a, ezt a méhek fejlődése nem tudta lekövetni, ezért gyengébb családokkal kellett elindulnunk a már a repcére, a mélegelőkre, ami az akácson. Szintén tükröződött. Csak Békés megyében mintegy 1200 méhész tevékenykedik, ők közel 65 ezer mély családdal bírnak. Az itt megtermelt méz mintegy 80%-a exportra megy, a legnagyobb felvevő korábban Németország volt, de ők már az olaszok és a franciák mögött lecsúsztak a dobogó harmadik fokára. A magyar méz számára az egyik nagy kihívást az Európán kívülről, Kínából és Argentínából érkező olcsó méz jelenti.